Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt vagy jó napot kívánok mindenkinek! Nem lesz ilyen gyakran videoblog, ugye ez itt a második éppenséggel, és csak most úgy eszembe jutott a mai napról, hogy ma április 11-e van, József Attila születésnapja, és a költészet napja. Aki engem ismer, az nagyon jól tudja, hogy én nagyon szeretek olvasni is verseket, és szeretek írni is verseket. Azt, hogy tudok, azt nem merem aláírni, mert ugye a költőt elsősorban azt teszi költővé, hogy már meghalt. És utána felismerik, vagy legalább már életében felismerik, hogy mit tudott. Hát nagyon sok költő ezt nem mondhatja magáról, hogy életében felismerték, hogy mit tudott. De én is szoktam verseket írni. És elsősorban arról beszélnék ebben a videoblogban, hogy milyen is egy jó vers. Nagyon sokszor a mai emberek nem olvasnak verseket. Nem csak, hogy nem írnak, nem is nagyon érdekli őket. Szimpla tény, megkérdezek fiatalokat. Elolvastad a kötelező olvasmányt? Majd megnézem videóm. És akkor úgy elhúzom a számot, úgy, hát nem tetszik, abszolút nem tetszik, mert én úgy vagyok, azon a véleményen vagyok, hogy a tévé sosem fogja pótolni a könyvet. Mert a tévében nem kell gondolkodni. Minek? Nincs értelme. De egy könyvön, mikor az ember leül, oda kell szánni az időt, mert azt nem lehet megnézni egy óra alatt. És lehet, hogy idő után sajnálni fog a popója, és olvasni kell, és pörgetni az embernek az agyát, és ugye elég nehéz megszokni az olvasást, mert azért ahhoz kell gyakorlat. De én abban nagyon biztos vagyok, hogy egy idő után, mikor az ember már hozzászokik, már fel sem tűnik neki, hogy neki ezt tennie kell, meg hogy ő olvas. Egy idő után egyszerűen olyan lesz, mint a filmet nézne. Ül, és látja maga előtt azt, amit olvas. A képzelet kitölti a valóságot, a könyvet. És ez egy fantasztikus érzés, ez egy nagyon jó érzés, és én ezt nagyon szeretem, én rengeteget olvastam, nagyon sokat írtam is. Könyvet is, novellát is, ezt, azt, amazt, mikor, milyen stílusban, amiért éppen kedvem volt. És borzasztóan szomorúnak tartom elsősorban, ma így elmondva a költészet napján, hogy egy fiatal ma nem olvas. Kedves fiatalok, ez nektek szól, tessék olvasni. Lehet, hogy unalmasnak, idejét múltnak, értéktelennek tűnik, de higgyétek el, a gondolkodás ott kezdődik, hogy az ember kinyit egy könyvet. Tessék elfelejteni a tévét. Nincs értelme egyszerűen. A tévé csak arra jó, hogy meghűjítsen. Tessék körbenézni a szobámban. Aki talál itt egy tévét, annak lógok egy sörrel. Jó? A számítógép nem annak számít, de azon se szoktam tévét nézni. Bár lehet, de azon se szoktam tévét nézni. Na és akkor innen megyek én tovább, ugye ma a költészet napján, hogy szerintem milyen egy jó vers. Rengeteg verset olvastam. Jókat is, barzalmasakat is. Olyat is, amitől megborsózott a hátam, meg olyat is, amitől azt mondtam, hogy vajna kiköptem az ablakon. Mert szörnyű volt. Még Máté Szalkán szolgáltam, amikor a kezembe került egy könyv, valami ilyesmi volt a címe, hogy Szép versek 2010, vagy 2009, vagy nem is tudom mennyi, mi volt, akkor 2007, hát úgy de régen volt már. Na és akkor volt, hogy kezembe került ez a Szép versek, nem tudom, hanyadik év, 2000-es évek környékén, és akkor elkezdtem belelapozgatni. Hát emberek, hát ez valami szörnyű volt. Tehát ez egy köpedelem, tehát egy utolsóság, hát ne hülyéskedjünk már. Egy, az én véleményem a következő. A vers ott kezdődik, hogy van neki mondani valója. Ez a legelső kritérium. Aminek egy versnek szerintem meg kell felelnie. Tanítani akar valamit, valami extrát. Valami olyat, amit még már én máshol nem olvasom. Vagy egy olvastam, csak nem ebben a formában. Egy vers ott kezdődik, hogy van benne tartalom. Egy belső szépség. És ha ez hiányzik, akkor az alap hiányzik, vagy csak a nyaka véres, ahogy szoktuk mondani. A második kitétel számomra az, hogy a versnek van formája. És én nagyon ritkán tudok olyan alkotást versnek minősíteni, amiben nincs rím, amiben nem látom a munkát, amiben nem látom azt, hogy aki leült, az legalább egy kicsit dolgozott vele.
Láttam sok verset már, vittem én azt mondom, hogy, hogy a napnyugtában szálló hófehér madarak lelkéből érzem azt, hogy a jövőben bennem megszületik az, ami majd virággá lesz és illatot áraszt. Cím, napsugár. Ez mi? Ez egy mondat, szép az ebben sorokra. Háromszor kell elolvasni ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy ezért fizettem ki 800 forintot. Sőt, és akkor még olcsó árat mondtam, mert 800 forintért nem nagyon veszünk verses kötetet. Mondjuk nem is vettem annyiért, mert ez nem volt verses kötet. Tehát én azt mondom, hogy a versnek a második kritériuma az, hogy van formája, van benne rím. És a harmadik kritérium, ami szerintem a habatortán, amikor a versnek van dallama. Ugye a magyar nyelv az fantasztikusan szép, tehát ez egy megdöbbentően szép nyelv, összetett, nagyon nehéz, és iszonyú szép. Én például olvastam angolul Edgar Allan Poe-nak a Holló című versét. Nagyon jó alkotás. Aláírom, hogy megérdemli azt, hogy művésznek mondjuk, így van, gyönyörű. És utána kerestem, és találtam magyar fordításokat Kosztolányi Dezsőtől, nem is tudom hányan, tehát ilyen nagy emberektől, értelmes emberektől. És gyönyörűek voltak. Ez valami megdöbbentő volt, hogy egy angol versből 10 különböző fazon, ugyanabból a témából, ugyanabból a szavakból fantasztikus verseket hozott ki. Ez valami megdöbbentő volt. Én azt hittem, hogy fordítás. És akkor van egy vers, és lefordítja. És akkor olvas a másikat, és ugyanarról beszél, de más szavakkal, más rímekkel. Borzasztó jó volt. Szó szerint mondom, mint valami, hát nem is tudom, hogy hívom, mint valami lelki orgazmus az ilyen, hát igen. Hogy az ember csak áll és azt mondja, hogy ilyen szép a nyelvünk, ilyen gyönyörű a nyelvünk, a magyar nyelv. És amikor a költészet napján az ember a verseket ünnepli, a szó szoros értelmében az irodalmat ünnepli, én úgy hiszem, hogy olyan verset kell, hogy ünnepeljen, amivel ünnepeljen, ami minőség. Ami kedvenc. És én itt hoznám a kedves nézőknek az én kedvenc versemet. Gondolták volna, nekem is van kedvenc versem, és nem a sajátom a kedvenc versem. József Attilának a Kései Sirató című verse. József Attila egy olyan 13, nem is tudom hány éves volt hirtelen, most így fejben nem tudom megmondani, amikor az édesanyja meghalt. Mosónő volt az édesanyja. És nagyon nehéz életük volt Budapesten, és a kölyök József Attila magára marad a világháborús Budapesten. És az esélytelenek nyugalmával néz körbe a nagyvilágban, anya nélkül. És hát nagyon jól tudjuk, hogy József Attila azért jogosan, teljesen jogosan a magyar költők dicsőség falán ott van. Szerintem is, ezt én is így tartom, minőségi írásai vannak, minőségi versei vannak. Kassák Lajos is már más tészta, őt már a gyomron fordul fel tőle, ahol a lovakat lelövik, meg a szamovár elrepül, tehát az egy hülyeség, tehát ez azután csak köpünk egyet. Most az irodalom tanárok itt jönnek mindjárt sorba, aztán vernek agyon egy vaslapáttal, de ez már az én véleményem marad. Tehát nekem az, aki nem tud egy rímet belerakni a műveibe, azt hagyjuk. Ahol a magyar órán olyat kell olvasni, hogy három oldalon keresztül a rózsaszín nyulak mászkálnak fenn a tetőn, ó, hagyjuk, tehát ez hülyeség. De József Attila? Igen. Ő költő volt. És ez a verse, ez a Kései Sirató című verse, amikor először olvastam, nem ríkatott meg, de megérint. És nagyon sok előadást hallottam már József Attilának ezt a Kései Sirató című versét, de én úgy gondoltam, hogy a mai napra tisztelettel inkább én mondanám el, hogyha elfogadja a kedves nézőközönség.
József Attila, Kései sírat. Harminchat fokos lázban égek mindig, és te nem ápolsz, anyám. Mint lenge, könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból, és sok kedves nőből próbálok összeállítani téged. De nem futja, már látom az időből. A tömény tűz elég. Utoljára szabadszállásra mentem. A hadak vége volt. És ez összekuszálódott Pesten, kenyér nélkül, üresen állt a bolt. Én a vonatető hasaltam keresztben. Hoztam krumpit, a zsákban köles volt már. Neked, én konok csirkét is szereztem, és te már sehol se voltál. Tőlem elvetted. Kukacoknak adtad édes emlőt s magad. Vigasztaltad fiad, pirongattad, s lám, család és hazug volt kedves szavad. Levesem hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad, egyél, nekem nősz nagyra szentem. Most zsíros nyirkot kóstol üres ajkad. Félre vezettél engem. Ettelek volna meg. Te vacsorádat hoztad el. Kértem én? Miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megverné még egyszer. Boldogá tenne, mert visszavágnék. Haszontalan vagy. Nem lenni igyekszel. S mindent elronsz, te árnyék. Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nőki csal és hiteged. Suttyomban eladtad szerelmeidből, jajongva szűlt eleven hitedet. Cigány vagy. Amit adtál hízelekben, mind visszaloptad az utolsó órán. A gyereknek kél káromkodni kedve, nem hallod, mama? Szólj rám. Világosodik lassacskán az elmém. A legenda oda. A gyermek ki csüggő anyja szerelmén. Észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd, hát abba. Ha pedig kibékül, ebbe fog bele. Boldog költészet napját kívánok. Olvassanak verseket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.